Két nappal vagyunk az önkormányzati választások után, dr. Bíró Károly polgármesterrel beszélgetünk. Igen, nehéz még megszokni, hiszen az elmúlt évek során, amikor beszélgettünk különböző riporthelyzetekben, akkor mindig jegyzőként szólítottuk Bíró Károlyt, de hát vasárnap óta ön Kozár Mislen új polgármestere. Köszönöm minden választópolgárnak, aki bizalmat szavazott nekem és nekünk, a csapatunknak. Igen, nekem is nehéz megszokni, több mint 20 éven keresztül végülis az önkormányzati körben dolgoztam vezetőként, de egy más pozícióban. Jelenleg Harkányban még mindig nem zártuk le ezt a megbízást, a héten ezt lezárjuk, és polgármesterként, büszke polgármesterként azt a 12 pontos programot szeretnénk végrehajtani, amit együtt állítottunk össze a helyiek többségével. A választásokon általában azért indulnak el az emberek, legyen akár polgármester, akár képviselőjelölt, hogy győzzenek, bekerüljenek, el tudják foglalni azt a tisztséget, amit szeretnének. Ön hogy értékeli a választások eredményét most Kozár Mislenyben? Nem teljesen értek egyet, nem feltétlenül a győzelemért, nem azért, mert van egy meggyőződése a jelöltnek, van egy hite. Én hittem abban, hogy van egy olyan program, amit végre lehet hajtani, és ez a program, ez érdekli a Kozár Mislenieket. És mikor ezzel szembesültem, hogy létezik ez a program és megvalósítható, onnantól kezdve a tenni akarás is ugye feltör belülről, és ez végig motiválja utána a jelöltet a versengésben. Tehát nem a győzelem a fontos, hanem a program megvalósítása, hiszen Kozár Misleniek vagyunk mindannyian, és mindenkit érdekel és érintenek ezek az intézkedések. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb motiváció ebben a kérdésben. Azt tapasztaltam a jelölésem során, hogy például a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a horvát kisebbség vagy a cigány kisebbség, akár a német nemzetiséghez tartozók mind-mind markánsan és egyhangulag támogattak végig a kampány során és a jelölés során, és támogattak a fiatalabb rétegek és az idősek is az öreg faluból. Ez nagyon jól esett, és ez végig arra sarkalt, hogy igen, ezt a programot meg tudjuk csinálni, és ezt mindenkihez el kell juttatni, ezt a véleményt, ezt az akarást, és remélem, hogy el is jutott. Ezt mutatja az eredmény, erre nagyon büszke vagyok, és még egyszer nagyon köszönöm a választópolgároknak a bizalmat. Fontosnak tartotta, hogy ezt a programot nem egy személyes hősként akarta megvalósítani, hanem csapattal? Hát egy nagyon egységes csapatunk lett. Tehát én a team munkában vagyok, annak a híve vagyok. Egy 8 fős csapattal indultunk, hangoztattuk végig, hogy civilekkel, nem profi politikusokkal, hanem helyi kozármislenyekkel, akiknek van elképzelésük, és van bennük energia, tenni akarás, és bennük van az a naivitás, az a hit, hogy gyakorlatilag itt a kozármislenyekért lehet tenni. Ehhez kell ez a fajta egyszerű megközelítés. A problémákat csak úgy lehet leküzdeni, hogyha nincsenek gátak a fejünkben, mert hogyha előre elkönyveljük, hogy ezt nem lehet megcsinálni, akkor az halálra van ítélve az a gondolat. Végig hinni kell abba, hogy meg lehet csinálni. Én most hiszek, és az én képviselőtársaim, akik velem együtt indultak, hisznek ebben a programban. Azt láthatják a kedves nézők is, hogy a Városháza előtt beszélgetünk. Mikor kezdi meg működését a hivatalban? A törvény azt mondja, hogy 8 napon belül kell végrehajtani egy polgármesteri átadás-átvételt. Amikor is a korábbi polgármester átadja az összes iratot, folyamatban lévő ügyekről beszámol, szerződésekről tájékoztatja az új polgármestert, pénzügyi helyzetről. Ezt a megyei kormányhivatal felügyeli, kiküld egy képviselőt, amikor ez megtörtént, akkor foglalom el a polgármesteri helyet, de a megválasztással gyakorlatilag már polgármesterként működök. Járt azóta bent a hivatalban? Választás óta? Nem jártam. A mai napon egyeztettük azt, hogy szerdai napon megyek egyeztetni ezt az egész folyamatot. Megbeszéltük ennek az átadás átvételnek az időpontját, ami ezen a héten pénteki napon lesz. Megbeszéltük az alakuló ülés időpontját. Ezúton is megragadnám az alkalmat, és szeretettel meghívnák minden Kozár Mislenyi választópolgárt 2014. október 22-én tartandó ünnepi alakuló ülésünkre. A pontos időpontja
az még nincs kitűzve, de várhatóan 17 órára fogjuk összehívni. Itt a Városháza tisztvermében tartanánk ezt az alakuló ülést. A képviselők jogállása mikor válik valóban képviselővé, az alakuló ülésen, az eskületételékor? Ez egy formális dolog, az alakuló ülés és az eskütétel. Ugyanaz a szabály, mint a polgármesternél. A megválasztásának napjával ők már önkormányzati képviselők. A mandátum megbízó levelet azt ezen a héten, pénteken fogja megkapni minden képviselő, és jó magam is, hiszen volt még egy fellebbezési lehetőség, esetleg aki nem ért egyet ezzel az eredménnyel, nem számítunk semmilyen kifogásra, fellebbezésre, amikor ez lejárt, utána jogerős ez az eredmény. Az átadás, átvétel után megkezdi a munkát, és én úgy gondolom, hogy némileg helyzeti előnyben van azzal, hogy sok éven keresztül Kozár Mislenyben volt jegyző, és ismeri a helyi dolgokat, helyi dolgozókat, helyi munkákat. Mennyivel jelent ön szerint előnyt ahhoz képest, hogyha egy teljesen civil életből érkezett új polgármester lenne? Szerintem annyiban előny, hogy megfontoltabban lehet döntéseket hozni, nem csodálkozunk rá minden új kérdésre és feladatra. Lehet tudni, hogy akkor hogy kell elindulni. Azt, hogy egy döntést, azt mindig egyeztetni kell, mindig elő kell készíteni, be kell vonni partnereket, akár civileket, akár szakembereket, utána tud egy jó döntés kialakulni. Hát jegyzőként a törvényességet felügyelte, és nem tudom, hogy polgármesterként azért a jegyzői múltól nem biztos, hogy el lehet szakadni. Hát van, aki mondja, hogy ez könnyebbség lesz majd a hivatal jegyzőjének, van, aki azt mondja, hogy nehezebb is lesz. Könnyebbség talán annyiban, hogy jó magam is visszafogottabb leszek a döntéseknél, hiszen ezeket jogászként is átgondolom és megfontolom. Viszont a másik oldalról a végrehajtók felé meg kritikusabb lesz nyilván az én polgármesteri tevékenységem, hiszen a hiányosságokat előbb észreveszem. A polgármesteri kampányában egy csapat is kísérte önt, akikkel indult, és ebből a csapatból 4 fő képviselő bejutott a testületbe. Igen, ez a 4 fő, ez nagyon jó eredmény. Azt lehet tudni, hogy velem együtt nekünk van egy magabiztos többségünk, akkor így már a képviselő testületben, de talán ez kevéssé is számít egy ilyen független képviselő testületben, hiszen a többi képviselő társunk is többségében független, és már szinte mindenkivel beszéltünk, mindenki azonosul ezzel a programmal. Az ellenzéki kihívók is ugyanezt a programot hirdették meg, ahogy én ezt összefésültem. Én azt gondolom, hogy egy teljes értékű támogatottságot bír a következő 5 éves munka, akár a helyi politikusok szintjéről, akár a lakosság részéről, és én erre buzdítok is továbbra is, arra is, hogy a kritikákat is juttassák el hozzánk, hogyha valahol letérnénk erről az útról, vagy valamit nem vettünk figyelemben, erre nyitottak leszünk mindvégig, ezt hirdettük, ezt ígérjük, és hát ezt jelenti az I Love Mislen is. A Kozár Mislenyi képviselőtestület 8 tagjából 6 olyan képviselő van, aki vagy az előző ciklusban, vagy az előző valamelyik ciklusban már volt képviselő. A képviselői munkában mennyire lesz pozitív hatással, hogy ők már ilyen számban voltak képviselők? Kicsit árnyaljuk ezt a számtant, mert csak 5 olyan képviselő van, tehát 3 a teljesen új, hiszen a Tuza Julianna, a Károlyné Varga Éva iskolaigazgatónő és Vikman József személyében teljesen új képviselők kerültek a testületbe. A többi képviselő az vagy korábban, vagy ezt megelőző ciklusban voltak képviselők. Mindenképpen nagy segítség kell a folyamatossághoz, viszont kellenek az újak a frissüléshez, ahhoz, hogy fülünk legyen az újabb problémák meghallásához, és szemünk legyen meglátni a hiányosságokat. Milyen első gondolatok vannak az idei évre? Rögtön neki szeretnénk állni. Az a 12 pontos program, amit meghirdettünk, abból 4-5-öt egy éven belül végre szeretnénk hajtani. Tehát azonnal szeretnénk javítani a tömegközlekedésen, az autóbusz közlekedésen, azonnal szeretnénk lépni a rezsicsökkentésben, azonnal szeretnénk lépni az útépítés területén, és amit ígértünk, játszópark, illetve egy fitness park létrehozását is egy éven belül szeretnénk végrehajtani. És még sok-sok más intézkedést.
Az elmúlt években mindig decemberben volt a közmeghallgatás. Most a decemberi időpont, hogyha akkor megtartásra kerül, igen közel van a választásokhoz. Várják esetleg majd az új gondolatokat is a választópolgárok részéről? Mindenképp arra számítok, hogy megváltozik a korábbi gyakorlat. Tehát nem az az érdektelenség lesz, hogy 5-6-8 fő ül a nézőközönség soraiban, polgármester meg beszél, mindenki más hallgat. Én egy ilyen teltházas közmeghallgatásra számítok, tartjuk a decemberi hagyományt, sőt, már most meghirdetem azt, hogy nekünk nem egy közmeghallgatásunk lesz minden évben, hanem legalább kettő, adott esetben akár még több is, hogyha újabb nagy horderejű feladatok vagy kérdések merülnek fel. Az előbbi kérdésnél kihagytam még egy nagyon fontos gondolatot, a Kamilla utca és a csapadékvízelvezetés. Abba is azonnali intézkedéseket teszünk, azonnal megkezdjük a felmérését, a tanulmányok elkészítését, a mérések elvégzését, hogy pontos adataink legyenek ahhoz, hogy milyen keresztmetszettel, milyen formában kell beavatkoznunk, hogy többet ne ismétlődhessen meg az, ami az idei nyáron többször is tapasztalható volt, hogy elöntötte a víz az utcákat és a házakat. Ugye idén először választottak 5 évre polgármestert, illetve képviselőtestületeket Magyarországon. Hogyha most beülnénk egy időgépbe, és elutaznánk 5 évvel későbbre, akkor mit szeretne látni 5 év múlva Kozár Mislenyben? Akkor kezdem, amivel az előbb befejeztük, az, hogy a csapadékvíz már nem jelent problémát városunknak. Azt szeretném, hogyha a gyerekeknek nem kellene Pécsre utazniuk, hogy úszni megtanulhassanak. Azt szeretném, hogyha az autópályára könnyebben rácsatlakoznánk, reggelente nem lennének dugók az északi kereszteződésben. Azt szeretném, hogyha könnyebb lenne az itt élőknek a rezsicsökkentés révén, és továbbra sem adóztatnánk a lakóházakat. Nehéz lesz ez a következő ciklus? Nehéz lesz, mert most a napokban szembesültem azzal, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségei sokkal, de sokkal rosszabb állapotban vannak, mint ahogy azt korábban hallani vagy tudni lehetett. Gyakorlatilag üres a kassa, nem rendelkezik semmilyen tartalékkal a város, ez egy meglepő fordulat. Keményen kell dolgoznunk, hogy ismét tartalékokat tudjunk képezni ahhoz, hogy az uszodát el tudjuk kezdeni, és ugye az adóbevételek területén pedig olyan intézkedéseket kell hoznunk, hogy olyan vállalkozások települhessenek városunkba, akik a közteherviselésből jelentős szerepet tudnak vállalni. Nagyon fontos bevételi forrása volt jó néhány évvel ezelőtt a városnak a telkek értékesítése. Jó néhány telek eladatlanul áll, az elmúlt években nem sikerült ez ügyben lépni. Esetleg ezzel kapcsolatban vannak-e valami elképzeléseik? Igen, határozott elképzelésünk van, ez egy közgazdasági pénzügyi kategória. Gyakorlatilag azzal, hogy sokan ellehetetlenültek és túlvállalták magukat a lakásépítési hitelekkel, illetve a devizahitelekkel, ezzel az ingatlan piac egy kicsit leállt. Nem volt közgazdaságilag észszerű új házakat építeni, hiszen nagyon nyomott és olcsó áron lehetett viszonylag új építésű házakat venni, nem csak nálunk, máshol is. Ez azt eredményezte, hogy nincs kereslet a lakótelkekre. Azt gondolom, hogy a kormány intézkedéseivel, a devizahitelmentéssel, a bankokkal szemben meghozott intézkedések következtében egy jelentős fordulat fog bekövetkezni, hiszen a családok fogják tudni kezelni az adósságállományukat, abban a pillanatban megváltozik, nem lesz akkora kínálat a piacon, és az a réteg meg fog jelenni Kozár Mislenyben, aki ismét építkezni szeretné, és ide szeretne költözni hozzánk. Várja már, hogy elfoglalhassa polgármesteri székét, és nekiálljon a munkának? Természetesen, de ennek van egy menetrendje, ezt türelmesen várom, és hát még a korábbi munkahelyemen ott is még le kell vezényelnem, jegyzőként azt, hogy ott is az új polgármesterek munkába állhassanak, tehát itt gyakorlatilag az egyik oldalán is fogok ülni, és a másik oldalán is az íróasztalnak, még egy hétig, de talán még 2 hétig is, de az előkészületeket már megtettük, ahogy az előbb is elmondtam, megvan a pontos menetrend, az alakulülésünket is kitűztük október 22-ére. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk! Én is önöknek köszönöm!